Köszöntöm a Városi Televízió nézőit, önök a Túri Objektívet látják. Műsorunk mai vendége Boldog István, országgyűlési képviselő. Üdvözlöm Önt itt nálunk, és köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Tiszteltel köszöntöm én is Önt is, és a televízió nézőket is. Jó napot kívánok! Az április 8-ai választásokon Ön újabb 4 évre kapott bizalmat a választópolgároktól. Hogyan tudná értékelni az elért eredményeket, illetve a már lezárult kampányidőszakot? Hát először is szeretném megköszönni a választóknak a bizalmat, ez egy óriási dolog, hiszen 90 óta Mezőtúron én vagyok az első, akit harmadszor is egyéni körzetben megbíztak a választók, és bizalmat kapott azért, hogy képviselje az ő érdekeiket az országgyűlésben, ez egy óriási megtiszteltetés. Köszönöm mindenkinek, aki ezen a napon élt a szavazati jogával, mert egy fontos dolog, ez mégis a demokrácia ünnepe, a választás, és külön köszönöm azoknak, akik rám szavaztak, hiszen megtisztelő a bizalmuk, óriási dolog, hogy újabb 4 évig a Magyarországgyűlésben, az országházában, ahol a Szent Koronát őrizik, dolgozhatok. Nekem ez egy nagyon nagy dolog, és csak azt tudom mondani, hogy természetesen én, ahogy eddig is az elmúlt 8 esztendőben is minden lakost, a körzet minden lakóját szolgálni fogom, és a nemzetemet kívánom szolgálni természetesen továbbra is. Független attól, hogy ki milyen pártálláshoz tartozik, nem ez a fontos, hanem hogy mi itt együtt építsük tovább Mezőtúrt, a térséget, a nemzetünket, szerintem ez a legfontosabb. Milyen fontosabb célkitűzései vannak az elkövetkezendő 4 évre? Hát nézd, azt gondolom, hogy egy csomó dolgot elkezdtünk. Ugye itt Mezőtúron közel 4 milliárd forint van az önkormányzat számláján fejlesztésekre, és egyéb fejlesztések is várhatók még. Ezeknek a beindulása nagyon fontos. Fontos, ha csak Mezőtúrt nézzük, itt a beltelt úthálózatban előre kell lépni, hiszen nagyon sok olyan beltelt út van Mezőtúron, ami földes út. Itt minimum útalapokat kellene építeni, ezek óriási összeg, tehát ebben én próbálok segíteni az önkormányzatnak, hogy minél hamarabb hozzá tudjon látni ezeknek a végrehajtásához, a átépítéséhez úgymond járható köves úttá, vagy legalább útalappá. Illetve hát szeretném, hogyha folytatnánk azt, amit most is láthatunk itt a városban, hogy az országos közutaknak a felújítása folyamatos legyen. Ugye látható, ahogy jöttem ide a tévéstúdióba, hogy már majdnem az egész út föl van marva itt az épület előtt, és végig teljes a 2 kilométer, vagy majdnem 2 kilométeres hosszban, amennyi felújításra kerül, de például 23-án hétfőn kerül átadásra a munkaterület a Túrkeve, Mezőtúr közötti útszakasznak is, utána ott is megindulnak a munkálatok. Tehát ezt szeretném, hogyha még nagyobb ütemben tudnánk folytatni, hogy minél kevesebb olyan út legyen, amit mondjuk, amikor véget ér a tél, akkor várnunk kell, hogy valahogy kikátyúzza nagy nehezen a közútkezelő, mert nem lehet egyébként normálisan rajta közlekedni. Tehát nekem fontos célom továbbra is az, hogy amit a 2013 óta csinálunk, hogy folyamatosan újítjuk fölfele az úthálózatot, ezt folytassuk, ha lehet, akkor még gyorsítsuk fel, és nagyobb ütemben végezzük ezt el. Én azt gondolom, hogy erre van remény, és ebben bízom is, hogy ez sikerül. Ezt egy nagyon fontos célnak tartom. Az elmúlt egy hétben Ön már több fogadóórát is tartott. Itt milyen kérésekkel, kérdésekkel fordultak Önhöz? Hát nagyon jók voltak a fogadóórák, most még egy kicsit a választások fényében zajlottak le a fogadóórák, hiszen általában azok jöttek, akik gratuláltak, illetve ma Kuncs Orbán, Örményesen és Kétpont voltunk, és hát volt, ahol nagyon jó vicceket meséltek a gratuláció mellett, meg jókat kacagtunk. Tehát én annak örülök, hogy kezd vége lenni ennek a választások körüli feszültségnek, és az emberek visszatérnek a mindennapokba, és úgy, ahogy mondjuk Kuncs Orbán az egyik lakos eljött, és jót beszélgettünk, és közben néhány viccet is cseréltünk úgymond egymással, hogy visszatérünk ide. Tehát ez egy nagyon fontos, hogy a választások 4 évente vannak, illetve hát persze van, lehet, lesz önkormányzati választás, meg Európa Parlamenti választás, meg lehet időközi választás, de ha lehet, akkor, hogy mondjam, nem harcolni kell, meg küszködni kell, hanem az életet kell élni. És ez nagyon fontos, hogy lépjünk túl.
a választás véget ért, nyilván majd a hivatalos végeredményt úgymond azt majd meg fogják állapítani, de mindenkinek tudomásul kell venni, hogy a választás véget ért, és úgy, ahogy a lottó sorsolásba azért, mert én nem nyertem, nem húzzák újra a lottót addig, amíg az én számaim nem jönnek ki, így sem lesz új választás. Mindenben lehet kifogást találni, de én azt gondolom, hogy most már nem csak nekünk politikusoknak, szerintem a lakosok nagy része már rég túllépett a választáson, de nekünk politikusoknak is azzal kell foglalkozni, hogy újra velük foglalkozunk, a lakosokkal, az ő problémáit oldjuk meg. Nekünk Magyarország az első, épp ezért én, amikor meglett a választásoknak szombaton a végeredménye, akkor én azonnal vasárnap el is kezdtem a fogadóórákat csinálni, jöttek is lakosok különböző problémákkal innen a városból, polgármester urat nagyon sokan kerestek, illetve országos felvetések is voltak, amit majd viszek tovább az első frakciülésre. Tehát megkezdtük a munkát, én azt gondolom ez a legfontosabb ebben az esetben. Azt én nagyon szomorúnak tartom, hogy politikusok több mint 10 000 embernek a munkáját, hogy mondjam, leértékelik, talán így akkor finoman fogalmaztam, leértékelik, köztük egyébként a saját párt delegáltjaiknak a munkáját is, hiszen tudni kell, hogy minden szavazókörben volt ellenzéki megfigyelő. Nálunk két pón is volt, itt Mezőtúron is volt. És amikor azt mondják, hogy csalás volt, akkor a saját párt delegáltjaikat is, hogy mondjam, megvádolják azzal, hogy ehhez hozzájárultak, vagy minimum hozzájárultak, hiszen minden párt delegált ott ült, minden párt delegált bármi olyat észrevételezett, azonnal jegyzőkönyvbe vetethette, tehát annak ott kellene lenni a jegyzőkönyvbe, ha bármilyen olyan szabálytalanság lett volna. Minden egyes jegyzőkönyvet aláírtak, nem csak a bizottsági tagok, de az összes párt delegált is aláírt. Tehát érthetetlen számomra, amikor valakik, hogy mondjam, más embereknek az áldozatos munkáját semmiben nézve olyan módon vádolják meg, amint most teszik. És ebben az a legszomorúbb, hogy ahelyett, hogy azt gondolnák át, hogy mondjuk ők mit hibáztak el, hogy miért nem álltak a magyar emberek oldalára, és miért nem szavazták meg azokat a törvényeket, amelyek arról szóltak, hogy ne engedjük be mondjuk az illegális bevándorlókat. Ehelyett még mindig az embereket vádolják, főleg Budapestről, ugye, szinte minden ellenzéki pártnak a vezetője, vagy a hozzá közel álló sajtóorgánum, minket vidékieket gyakorlatilag, hát nem finoman szólva, és nem szép szavakkal illettek, mert ugye, hogy vidéken mi nem tudjuk azt, hogy mire szavaztunk. Én azt gondolom, hogy pontosan tudták az emberek, hogy mire akartak szavazni. Teljesen mindegy, hogy most az ellenzékre vagy ránk szavaztak, de teljesen tudatosan szavaztak oda, és teljesen tudatosan alakult ki az, hogy újra kétharmados győzelmet aratott a kormány, hiszen ez az a kormány, amelyik végig a magyar emberek érdekeit képviselte, nem csak a migráció kérdésében, de mondjuk a bérek emelésében, vagy az egészségügy fejlesztésében is. Az, hogy itt volt egy tagadó politika az elmúlt hónapokban, és megpróbálták letagadni azokat az eredményeket, amit elértünk, én azt gondolom, hogy ennek véget kell vetni. Teljesen fölösleges a fehérről azt állítani, hogy fekete, és a feketéről azt állítani, hogy fehér, mert ez nem így van. Aki bemegy a Szolnoki Kórházba, láthatja, hogy milyen állapotban van ott az egészségügy, hogy milyen fantasztikus fejlesztés történt az elmúlt időszakban, de aki végigmegy a mi 23 településünkön, amiből 17-ben felújítottuk az orvosi rendelőt, vagy csak megnézi a mentőállomást itt Mezőtúron, azzal szemben, amilyen volt a mentőállomás, az láthatja, hogy bizony-bizony az a helyzet, hogy a kormány az elmúlt 8 esztendőben rengeteg, sok-sok milliárd forintot költött arra, hogy javítson az egészségügyet. És ugyanez igaz az oktatásban is. Tehát lehet azt mondani, hogy nem hisszük el, hogy fel lesz újítva a Rákóczi úti iskola, de akkor tessék elmenni a Kossuth úti iskolába, és tessék megnézni, hogy milyen gyönyörűen fel lett újítva. A tények mindig önmagukért beszélnek. Lehet azt mondani, hogy kevés támogatást kapott az egyház, tessék elmenni a református gimnáziumba, megnézni, hogy több mint 400 millió forint támogatásból újult meg, illetve zajlik jelenleg is felújítás a református iskolában. És ez fog bekövetkezni természetesen a Teleki gimnáziumban is. Tehát ezek a felújítások, ami az oktatásban, egészségben, ezek folyamatosan zajlanak, mint ahogy persze azt mondták, hogy nem csináljuk az utakat, és tessék megnézni, hogy itt Mezőtúr belvárosában alig lehet közlekedni, mert amit megígértünk, azt természetesen meg fogjuk csinálni. Természetesen gond az, hogy nem tudtuk gyorsabban, de én azt gondolom, hogy mindennek eljön az ideje. Télen nem lehet utat felújítani. Amikor eljött a tavasz és a jó idő, hozzáfogtak és be is fogják fejezni egy-két hónapon bele ezt az egész felújítást, és mindenki örülni fog neki, hogy biztonságosan közlekedhet. És ezzel reményem szerint visszajön az, amiről beszéltem az elején, hogy
hogy az emberek végre a saját életükkel, a családjukkal és nem a politikával foglalkoznak, mert sokkal fontosabb az. Persze vannak gondok, amiket meg kell oldani, meg oda is kell figyelni a politikára, mert a politikusoknak a munkáját azt figyelni kell és ellenőrizni kell, és ha kell, kritizálni kell, de nem ez a legfontosabb egy ember egy család életében, azt gondolom, hanem az, hogy a család hogy van, hogy együtt jól érezzék magukat, tehát szerintem, mondom, a legfontosabb az mindig az, hogy az ember próbáljon arra törekedni, hogy ő boldogan éljen. És ez nem a politika adja a boldogan élést, azt gondolom, hanem a család adja, a közösség adja azt, hogy az ember boldogan él. A politika az egy része az életünknek, de nem a politika a legfontosabb része az emberek életének, én úgy gondolom. A felsoroltak ellenére hétvégén 100 000-es tömeg tüntetett Budapesten. Ön hogy kommentálná ezt? Hát nézze, az a helyzet, hogy persze hétvégén 100 000-es tömeg tüntetett Budapesten. Előtte március 10-én meg 500 000 ember vonult fel a kormány mellett. Tömegeket lehet mozgatni, lehetnek csalódott emberek. Mégis azt kell mondjam, hogy azok az emberek, akik csalást emlegetnek, itt a helyiek is, azok mind azoknak a munkáját sértik, akik önként, vagy akár egészen minimális pénzért a rengeteg időt áldozva, hiszen hajnalba keltek, hajnaltól másnap majdnem reggelig dolgoztak azért, hogy a választások becsülettel bőjnek, és ebben benne vannak a párt delegáltak is. Tehát azok a pártok, még egyszer mondom, akik most csalást emlegetnek, azok a saját delegáltjaikat is úgymond semmiben nézik, akik aláírták a jegyzőkönyveket, ott voltak végig, és garantálták a választás tisztaságát. És egyébként megsértenek civil embereket, köztisztviselőket, mindenkit, aki ebbe az egész választási folyamatban részt vett. Nem csak most, hanem egyébként is, amikor részt vesz. Tehát én azt gondolom, hogy szomorú dolog ez, és én mindenkit arra kérek, hogy hát vegye tudomásul a választások végeredményét, és ne sértegesse a becsületét azoknak az embereknek, akik becsülettel helytálltak, ott voltak, végigcsinálták a választásokat. Még egyszer mondom, köztük jobbikos, MSZP-s delegáltak is. Ők garantálták azt, hogy a választás tisztességes volt, és nem volt csalás. Most is biztos föl fognak menni hétvégén, most is biztos tüntetni fognak. Ez a demokrácia, ebből is látszik, hogy Magyarországon demokrácia van, hogy lehetőség van rá, hogy mindenki kifejezze a véleményét, és hát nyilvánvaló, hogy a következő években a demokrácia jegyében lesznek még ilyen tüntetések, nem mindig ugyanazért a célra, hanem más célokért, mert mindenben nem érthetünk egyet, ez teljesen természetes. De azt tudomásul kell venni, hogy mégiscsak a 70%-os részvétel, vagy közel 70%-os részvételnél a Fidesz-KDNP pártszövetség kapott kétharmados többséget. Több mint 2.800.000 ember szavazott erre a szövetségre, a második helyezett párt éppen átlépte az 1 milliós határt. Ez egy olyan óriási különbség, hogy nagyon nagy. Tehát tudomásul kell venni, hogy ebben az országban a lakosok nagy többsége az mellett tette le a voksát, hogy Magyarország megmaradjon Magyarországnak, és elutasította az ellenzéki pártoknak azt az alternatíváját, hogy mi bevándorló ország legyünk. Azt támogatta, hogy fogadjuk el a kétharmados topsoros törvényt, fogadjuk el az alaptörvénymódosítást, hogy a bevándorlók ne jöhessenek be, ne vehessék el mindazt, amit eddig közös eredményként elértünk, ne vehessék el a bevándorlók. És ez a legfontosabb szerintem. A magyar jövő szempontjából ez egy óriási választás volt, egy nagyon nagy téttel bíró választás, és a magyar emberek átérezték ennek a súlyát, és ezért szavaztak így. Én nagyon-nagyon köszönöm, hogy több mint 3000 szavazattal többet kaptam, mint az előző választáson. Tehát több mint 3000 emberrel többen szavaztak rám, többen adtak bizalmat nekem most ezen a választáson, mint az előző választáson. Ez egy fantasztikus érzés, higgyék el. Hát óriási dolog harmadszor megmérettetni magát az embernek, hiszen tudomásul kell venni, hogy a politikában, mindegy, hogy ez polgármester, képviselő, vagy éppen országgyűlési képviselő, az ember, ahogy végzi a munkáját, egyre több, ütközése van, mert mindenkinek nem tud jót tenni, minden intézkedés nem mindenkinek pozitív, ugye van, akinek pozitív egy intézkedés, van, akinek negatív egy intézkedés. Az, aki dolgozik, és a gyerekei után nagy adókedvezményt kap, annak az pozitív, aki nem dolgozik, és családi pótlékból akar élni, hogy nem emeljük a családi pótlékot, annak negatív, tehát azokkal már is ütközésben van egy politikus, aki mondjuk kormánypárti jelenleg. És ez így alakul ki. Tehát ezért mondom én azt, hogy
Persze sokkal szorosabb volt a verseny, mint 4 évvel ezelőtt, hiszen akkor több mint 5000 szavazat volt, most meg 1900 szavazat volt az első és a második között, de az a nagyon nagy dolog, még egyszer mondom, hogy több mint 3000 emberrel többen szavaztak bizalmat nekem, mint az előző választásokon. Én ezt nagyon-nagyon köszönöm, nagyon hálás vagyok, és biztosak lehetnek benne, hogy még egyszer mondom, a teljes választó közösség javát fogom ezzel szolgálni, a nemzetem javát fogom szolgálni, mint ahogy eddig is tettem. És végezetül ön mit gondol, az ellenzék miért szerepelt úgy, ahogy ezen a választáson? Hát ahogy mondtam, ők bevándorló országot akartak csinálni ebből az országból. Gyakorlatilag kiszolgálták Soros Györgyöt és Simicska Lajost. Simicska Lajost, aki csak bosszúból politizál, úgymond, aki csak bosszút akart állni, és Soros Györgyöt, akinek pedig határozott céljai vannak, határozottan szeretné megváltoztatni egész Európát, szeretné megváltoztatni Magyarországot, szeretné, hogyha egy ilyen nyílt társadalomszerű dolog alakulna ki Magyarországon, ahol bevándorlókkal vagyunk tele, ahol a gendervilág jön el, ahol az egyneműek házasságát bevezetik, ahol mindenki azt csinál, amit akar, csak éppen, hogy mondjam, tehát jogok mindenkinek van joga mindenhez, csak a kötelességét nem ismerik az emberek. Egy ilyen világot szeretne. Én azt gondolom, hogy ez a világ ez nem jó ide Magyarországra, és ezt mutatták a választások is. Nem akarják a magyar emberek, hogy bevándorlók lepjenek el bennünket, és nem akarják azt, hogy ők azért dolgozzanak, meg azért dolgoztak az elmúlt időszakban, meg ezután is azért dolgozzanak, hogy egyébként a társadalom javára hasznot nem hajtó embereket tartsanak el, több tízezer, több százezer migránst, illegális bevándorlót tartsanak el, akik egyébként más kultúrát képviselnek, nem akarnak dolgozni, más a vallásuk, láthatjuk Nyugat-Európában, hogy mit művelnek, terrorista művelnek, egyebek. Nyilvánvaló, hogy a magyar emberek ezt nem akarják. Elutasították, és nekünk, kormánypártiaknak az a kötelességünk, hogy az ő akaratukat végrehajtsuk, és minden erővel küzdjünk azért, hogy ide illegális bevándorlók érkezzenek ebbe az országba, akár kvóták alapján, vagy akár a határkerítésen átszökve. Tehát ez volt a választásnak a legnagyobb tétje, végig ezt mondtuk, és én azt gondolom, hogy a magyar emberek megértették, és ezért is szavaztak így. Az ellenzéki pártok pedig egytől egyig gyakorlatilag a legvégére kiderült, hogy mindenki be akart engedni az illegális bevándorlókat, hiszen a jobbikos sokjának a vezetői is azt mondták, hogy hát a kvóták alapján már jöhetnének, meg be kéne fogadni, meg Európával jobba kell lenni, és akkor nem baj, ha jönnek a bevándorlók. De baj, semmiképpen nem járnak az illegális bevándorlók, mert az illegális bevándorlók nem akarnak ide beilleszkedni, nem akarnak dolgozni, azt akarják, hogy megváltoztassák Magyarországon a kulturális, a keresztény kulturális hagyományokat, megváltoztassák itt az életet. És természetesen a mi adóforintjainkból jól érezzék magukat, mint ahogy hallhatjuk Németországba, Svédországba itt ott a példát, hogy odavitte a 2-3 feleségét, a sok gyerekét, ezért kapott házat, mindent az államtól, meg kap annyi segét, hogy abból jól el van. Hát ezt én azt gondolom, hogy a magyar emberek nem ezért dolgoznak, hogy ezeket eltartsa. Van nekünk mire költeni ebbe az országba. Itt se dolgozik még mindenki. Itt is nagyon sok munka kell még ahhoz, hogy minden egyes magyar embernek munkát tudjunk biztosítani, aki dolgozni akar. Itt is vannak olyanok nyilvánvalóan, akik nem biztos, hogy munkából akarnak megélni. Tehát van mit helyre tegyünk még ebbe az országba. Nem az a dolgunk, hogy olyan embereket engedjünk be az országba, akik nem a társadalom javát szolgálják, akik a munkájukkal nem segítik ennek a nemzetnek a boldogulását, hanem azt várják el, hogy mi tartsuk el őket. Erre nincs szükség, úgy gondolom, ez a választás egyértelműen bebizonyította, mint hogy bebizonyította a nemzeti konzultáció, a népszavazás. Ez mind-mind bebizonyította ezt, és előrevetítette egyébként azt gondolom a mostani szavazásnak a végeredményét, hiszen az ellenzéki pártok végig nem támogatták az illegális bevándorlások határokon kívül tartását, mi pedig végig azon voltunk, hogy kívül tartsuk, és minden egyes ilyen úgymond megmérettetés, akár a nemzeti konzultáció, akár a népszavazás előrevetítette azt, hogy a szavazáson ez fog bekövetkezni, mert az emberek nem akarják az illegális bevándorlókat, az ellenzéki pártok meg akarták, meg akarják is természetesen. Nem véletlen az, hogy az utcára vonulnak, és Soros György álmát teljesítve most éppen együtt a radikálisnak nevezett jobbikosok a szemkilövető Gyurcsány Ferenccel együtt tüntetnek az utcán, hogy legyen új választás. Hát még egyszer mondom, azért mert én nem nyerek a lottón, azért nem mehetek oda a szerencsejáték RT-hez, hogy akkor húzzák ma újra lottót mindaddig, amíg én nem nyerek. Hát a demokráciában van egy szavazás, és annak illik mindenkinek elfogadni az eredményét. Természetesen nem tetszik mindenkinek az eredmény.
utcára mennek, tüntetnek, de ettől még az eredmény az eredmény maradt, tehát ez az eredmény, hogy mondjam, nem fog megváltozni, mert a demokráciában nem 20-szor szavaznak, hanem van egy szavazás, és annak illik elfogadni az eredményét mindenkinek. Teljesen mindegy, hogy az adott személyre pozitív vagy negatív, illik méltósággal elviselni a vereséget is, és illik méltósággal elviselni a győzelmet is. Tehát nyilván méltó szerénységgel kell elviselni a győzelmet is, és méltósággal kell viselni a vereséget is, én úgy gondolom. Nyilván az ellenzéki pártok ezt most nem tudják, még egyszer mondom, a saját embereiket is csalással vádolják, akik ott felügyelték a választásokat, meg sok-sok más civil embert, amit én nagyon sajnálok, és talán tehetem azt, hogy országgyűlési képviselőként elnézést kérek tőlük, mert ők nem tök esküdtettek, becsülettel végigvitték a munkájukat. Nagyon szomorú vagyok, hogy ide jutott a demokrácia, hogy egyes emberek, hogy mondjam, csak azért, mert veszítettek, csalással vádolják őket. Nagyon sajnálom és bízom benne, hogy ettől függetlenül nem megy el a kedvük, és a következő választásokon is vállalják ezt a nagyon-nagyon kemény melót, mert ez egy kemény meló, hogy szinte 24 órában felügyelik a választásokat, és aztán becsülettel végrehajtják ezt a feladatot. Ezt azzal a kis jutatással, amit ezért kapnak, nem lehet honorálni, én úgy gondolom, mert ez egy nagyon-nagyon-nagyon kemény feladat. Én nagyon-nagyon köszönöm nekik, és arra biztatom őket, hogy attól, hogy most támadják őket, ne adják ezt fel, mert egy nagyon fontos dolgot vállalnak a demokrácia érdekében, és nem a rossz hangokra kell figyelni, hanem mindig arra, hogy sokkal többen vagyunk azok, akik hálásak nekik, mint akik most bántják őket. Én köszönöm Boldog Istvánnak, hogy itt volt velünk a stúdióban, és megosztotta velünk ezeket az információkat. Én is köszönöm szépen a lehetőséget, mindenkinek nagyon szép napot kívánok. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet, önök a Túri Objektívet látták. Ne feledjék, a műsorainkat az interneten is megtekinthetik. További szép estét kívánok, a viszontlátásra.